Na sziasztok! Nem fogjátok elhinni, hogy mi történt velem, ugyanis tegnap kiderült, hogy mehetünk az EB-re, de úgy, hogy ma már indulunk is. Úgyhogy elég érdekes volt a tegnapi napom, szó szerint egy ilyen érzelmi hullámvasutat jártam meg, mert egyszer úgy voltam vele, hogy tudjátok, terrorbeszéd, strike, stb. De végül is úgy voltam vele, hogy valószínűleg az ember életében egyszer van ilyen lehetőség, úgyhogy itt vagyunk a kis csomagjainkkal, és várunk a kis buszunk előtt, és a következő két napot ebben az autóban fogjuk megtenni, és egy masszív utazás következik. Úgyhogy nem is tudom, mikor jelentkezek legközelebb. A lényeg, hogy kívánjatok sok szerencsét, és hamarosan jelentkezem. Megjöttünk! Na persze nem Bordóba, hanem Torinóba érkeztünk meg, körülbelül 12 órányi autóút után, ami borzasztó fárasztó volt. Egyébként viszonylag sima útunk volt, bár sokszor elkapott minket ilyen nagyon-nagyon erős zivatar, de nagyon szép volt az út, úgyhogy azt hiszem, be is dőlünk az ágyba, aztán holnap pedig újult erővel, még egy ugyanennyi utunk van körülbelül hátra, úgyhogy megint szerintem egy ilyen 10 órát fogunk utazni legalább, de utána megérkezünk, és minden csudi-szupi jó lesz. Úgyhogy holnap találkozunk. Na sziasztok! Újabb 12 óra után végre történelmi pillanat, ugyanis megérkeztünk, és a Szent Anyaföldet érinti a lábam végre! Végre, végre! De a lényeg, hogy megérkeztünk, itt vagyunk Bordó mellett körülbelül ilyen fél órára, és egy ilyen kis kempingházakban leszünk mindannyian, nem is tudom, hogy merre mutassam meg nektek. A lényeg, ami elég menő, hogy ott a távolban, nagyon messze már az óceánt lehet látni, úgy ott most még el fogunk sétálni, mert nagyon kíváncsiak vagyunk. És holnap pedig lesz a teljes szabad napunk, amikor majd szerintem bejárjuk Bordót, és szétnézünk, hogy mi a helyzet, és mennyire van ebbi hangulat. Mi már itt nagyon izgatottak vagyunk, úgyhogy most megyek is, és kicsit körbenézek. Végre megérkeztünk itt Bordóba, a fanzónába. Tudjátok, ez kifejezetten egy olyan terület, ami rajongóknak van fenntartva és szuper biztonságos, úgyhogy most ide fogunk benézni és megnézzük, hogy milyen a hangulat. Reméljük, hogy szuper jó, az az igazság, hogy borzasztó időnk van, esik az eső és hideg is van, de itt már azért kezdenek gyűlni az emberek. Egyébként Bordó többi részén meglepően kicsi az EB hangulat. Az előbb már kicsit körbenéztünk a stadion környékén is, de ott azért majd holnap fogunk többet időzni, és akkor majd onnan is jelentkezem. Most pedig megnézzük, hogy milyen a hangulat, és hát igyekszünk a rossz idő ellenére minél több időt kint lenni, és azért a várost is kicsit megmutatni nektek. Most megnézhetitek, hogy mennyire profi focista vagyok. Let's go. We got that Coca-Cola bottle shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, mama, rock and shake, shake, shake. Like, oh. Nagyon esett az eső, úgyhogy ez nehezíti a körülményeket. Bordóban a divat összes szabálya eltörlődik. Eddig körülbelül folyamatosan szakadt az eső, most egy picit elállt, úgyhogy masszív városnézésben vagyunk. Nagyon sok ilyen ehhez hasonló tér van, mint amit itt láttok mögöttem, baromi jól néznek ki. Nekem talán ez a kedvencem, mert annyira jól néz ki ez a kis szökőkutic, és most éppen jön egy villamos is. Eljött a meccs napja, hogy látom.
láthatjátok, már itt vagyunk a stadionnál, és mindjárt be fogunk menni. Nem tudom, hogy bent mennyire fogtok hallani, úgyhogy gondoltam, hogy beköszönök most. Egyébként egy ilyen szuper kis zöld mez van rajtam, és szó szerint nulla embernek van zöld meze rajtam kívül, aki magyar, de remélhetőleg minden oké lesz. Nagyon-nagyon nagy élmény volt ez az utazás és a meccs, hatalmas hangulat volt. Tegnap még a meccs után be akartam jelentkezni, de már nagyon fáradtak voltunk, meg azért egész összevisszaság alakult ki, a gépet is majdnem lekéstük, úgyhogy csak ma tudtam bejelentkezni, de szeretem volna megköszönni, hogy velem tartottatok ez a kis utazás során. Remélem tetszett nektek a videó, és sikerült átadni valamit a hangulatból. Ez tipikusan egy olyan élmény, amit nehéz átadni. És szeretném még megköszönni a sportimádók.hu-nak, akik lehetővé tették nekem ezt az utazást. Ők egy olyan szurkolói klub, akik igyekeznek összefogni a magyar rajongókat sporttól függetlenül. Szóval, ha szeretitek a sportokat, akkor majd kövessétek őket Facebookon, a linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!